A fűszerpaprika a magyar konyha kihagyhatatlan alapanyaga. Martonost még ma is elsősorban kiváló minőségű fűszerpaprikájáról ismerik, pedig a paprika termesztők száma már igencsak megcsappant a faluban. A martonosi paprika feldolgozók is távolabbi vidékekről szerzik be a nyersanyagot. Az ipari paprika szedése lassan a végéhez közeledik. A második szedést a legtöbb helyen már kombájnnal végzik. Azonban vannak még, akik kézzel szedik. Ez a második szedés, hát az első, mit mondjak, olyan közepes volt. Locsoltuk kétszer, ha nem locsoltuk volna, nagyon semmi se lett volna. És hogy vannak megelégedve a terméssel? Hát az időhöz képest, mit mondjak, jó, vagy tűrhető, na nem azt mondom, hogy jó, tűrhető. Idén 42 dinárt fizetnek a paprikáért, aminek egy részét Szecseyék is a telek paprikának adják át. Gondot inkább a napszámosok hiánya jelent nekik is. Aránylag elfogadható, mert kevés paprika van. Kevés van vetve, még a szárasság nagyon megtizedőte. Úgyhogy aki nem locsolt, annak nagyon kevés van. Nem akarnak dolgozni a fiatalok, vagy nem tudom, sok elvándorolt, vagy nem tudom. Mondjuk rá elsőre voltunk 90-en, 86-an akkor. Többen voltunk, jó van most 40, 38, így általában szedtük. Úgyhogy máma még valameddig szedjük, már még odaérünk, még hónap befejezzük, amit többit még gyűn a kombáj. A fűszer paprika minőségével a feldolgozó is elégedett. Hát az idei paprika nagyon jó minőségű és relatív kevés van. És ezért is a szerződött ártól 3-4 dinárral többet tudunk kérte, mint a leszerződött ár. Az a fontos, hogy jó a minőség. Ha sok paprika teremés és rossz minőségű, az bizony probléma mindnyájunknak. Viszont folyamatosan megindult a múlt héten a második szerzési paprikának a gépi betakarítása, ami úgy gondolom, hogy a paprikának valamilyen szinten a jövője és a megtartása, mert a második szedéskor tulajdonképpen maguk a szedők elviszik a termésnek a 65-70%-át. A kézi szedésnél bizonyos úgynevezett a piros mellett kormos tolerálunk egy 10%-ig és ugyanaz az ára, mint az első szedésért, viszont a kombájosnál az 20 dinár, amiben pedig zöld is ugyanúgy benne van, tehát körülbelül 50% a piros, egy 20% a kormos és egy 30% a zöld. Mi a horgos 6-os paprikát helyezzük előtérbe, minimális vásárolunk próbára magyar fajtákból, akik termelők, akik próbálkoznak, de igazán nem tudja azt az ízt adni, mint a horgosi fajták. És ezért próbáljuk ezek után is ezt a fajtát szorgalmazni, mivel a vevőjeink ezt az ízvilágot igénylik, és én szeretném ezt megtartani. Nem könnyű, mert a vitaminban nincs az a szelekció, ami kellene, de én bízok benne, hogy egy hatatos együttműködés a vitaminnal ezt fel tudjuk újítani, és ezt tovább tudjuk folytatni. Ahhoz, hogy a paprika szedéskor a termelők első osztályú terméket szedhessenek, nagyon fontos az öntözés. A locsolt területeken egy 15-20%-kal kevesebb, a nem locsoltakon pedig mondjuk 70-80%-kal is kevesebb tud lenni. Igazán nem szólna szabad paprikát, fűszerpaprikát termelni, csak biztosított locsolással. Mert az eredménye itt van az idejében is megvan. A paprika egy drága termelés, és ha az ember nem biztosítja oda a vizet, akkor hiába volt a munkája, a befektetése, nincs neki eredménye. A Telek Paprika Kft. Termékei 80-85%-át külföldön értékesíti. Telek József elmondta még, hogy a kapacitás bővítés olyan zöldségfélék feldolgozására is lehetőséget nyújt, mint a gyökér, illetve káposztafélék, amelyekre vállalkozása ugyan nyitott, de minden a piac igényeitől függ.